Hagyományosan a tánc világnapjának megünnepléseivel, a ceglédi tánccsoportok fellépésével indult a Kossuth Művelődési Központ által szervezett Városnapok programsorozata. Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek is bemutatkoztak többféle stílusban. A táncoslábú fellépőket egy táncoslábú énekes követte. Csonka András koncertjével folytatódott a rendezvény a színpadon, majd a közönség soraiban. Remek hangulatot varázsolt az énekes, a nézőtér pedig tánctérré változott. Ezt követően egy kicsit fiatalabb korosztály vette birtokba a színpad előtti részt, hiszen a Kifli Hajó zenekar gyermekkoncertje szórakoztatta a legkisebbeket. Messzire visz a Kifli Hajó, énekelt, hogy jó, 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 messzire visz a Kifli Hajó. A kora délutáni koncertek a fonogramdíjas Bugi előadásával zárultak. Tavaszt hoz a tél, meg tudom most, érkezik most én. Kora este pedig elsőként Kálai Sanders András és zenekara benne a ceglédi Fésűs Ádámmal lépett színpadra. A szombati napot az alternatív rock zenét játszó Vad Fruttik zenekar koncertje zárta. Vasárnap a Matching Jazz Band jó hangulatú muzsikálásával kezdődtek a zenés programok. Majd újra a gyerekeké volt a főszerep Bíró Eszter gyermekkoncertjén. Az esti koncertek a The Pontiac fellépésével kezdődtek. A ceglédi kötődésű zenekar énekesét nem kell bemutatni a zenét kedvelő közönségnek, hiszen Nagy Barnabást korábban sokszor láthatták már a város rendezvényein. Ezzel a formációval azonban most először lépett szülővárosában színpadra, így nagyon izgatottan várta a koncertet. Én nagyon izgulok már hetek óta, mióta tudom igazából, hogy lesz az egész, és a többiekre is szerintem sikerült kicsit átragasztani. Úgyhogy összeszorítjuk mindenünket, amink van, és csinálunk egy jó bulit. A zenekar egyre népszerűbb a hazai közönség körében, Barnit pedig idén a Petőfi Zenei Díj legjobb férfi előadójának is jelölték. Az lenne csak szép című dalukat rendszeresen játsszák a rádiók, és most is készülnek újdonságokkal. Hál' Istennek nagyon szépen alakul a nyarunk, mármint hogy igazából így kész a menetrend, ami nagyon szuper lesz. És egyébként megkészítjük az új lemezünket, amit valószínűleg jövő év elején fogunk rögzíteni, és akkor utána meg szépen sorjában az összes többi dolog. A Városnapok Karamell koncertjével zárultak. Az énekes elmondta, nehéz két év áll mögötte. A járványhelyzet alatt többször látta kilátástalannak a helyzetet. Utóhatásai pedig elmondása szerint még mindig megfigyelhetők, mivel jóval kevesebb embernek játszanak a koncerteken, mint előtte. Az elmúlt fél évben kezdtem újra inspirált lenni, dalokat írni, olyannyira, hogy írtam egy komplett lemezt, ami egy hónapon belül meg fog jelenni, sőt írtam egy teljes musicalt, amit pedig szeptember 30-án mutatunk be Budapest Sportarénában. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ennek az elmúlt fél esztendőnek, hogy így nekem is sikerült magam összekapnom, pozitívabban látnom a dolgokat. Hát azért ez nem volt egyszerű senkinek szerintem, és akkor mi még ne is panaszkodjunk. A koncerten Karamell legnagyobb slágerei is elhangzottak, amit fiatalok és idősebbek együtt énekeltek vele.